sokkal jobban megszeretem egy ilyen hosszabb túra során így ezt a kerékpározást, így fellelkesülök tőle, és rájövök, hogy nem is annyira nehéz, vagyis hát vannak benne nehéz részek, de hogyha utána nagyon jó érzés, amikor már megcsináltam, és érzem azt, hogy hurrá, felértem, és milyen jó. Szabadon szárnyalnék, de tollam téped. Kérlek, engedj el, szeretlek téged. Egyedül ezt hallom, a hívó hangot. El kell indulnom, de kérdés mardos. Szabadon szárnyaltam, lehet, hogy vége. El kell indulnom, kimondom végre. Nekem a gólyagyűrűzés tetszett a legjobban, amikor a kis gólyákat gyűrűzték. Elmondta az idegenvezetőnk, hogy hogy kell használni, hogy váltsunk, hogy fékezzünk, hogy ne menjünk egymásba, és nagyon jól meg tudjuk most már tanulni, meg kezelni. Nekem a páros kolostor nagyon tetszett, mert ugye nem volt ugyanabban az állapotban, amelyben eredetileg felépítették, de nagyon látszott benne, hogy mit szerettek volna benne elérni. Szeretem lépésem, új úton járok. Szeretem érezni a bátorságot. Egyedül nagyon tetszik a csapat összetartása, és hogy mindent közösen megoldunk, beváljuk a másikat, és nem hagyjuk, hogy ott maradjon a pihenőnél, hanem megvárjuk. Reggel felhívtam anyukámat, és mondtam neki, hogy most nem viszem magammal a telefont, mert igazából nekem nincs rá szükségem ilyenkor, maximum a fotók készítésére. De ilyenkor én nem nyomkodom a telefonomat, inkább beszélgetek a barátaimmal. Talpra esettek, tiszteletudóak, jó fejek.